Sziasztok! Egy farsangi népmesét hoztam nektek, ami az átváltozásról, más bőrébe bújásról szól, ennek a címe pedig a Tulipán királyfi. Hallgassátok szeretettel! Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az óperenciás tengeren is túl, volt egyszer egy király, annak meg egy fia. Mikor ez a királyfi nagy legényé serdült, úgy gondolta, elindul szerencsét próbálni. Édesapám, én elmegyek, s addig vissza nem térek, míg a világon a legeslegszebb lányt meg nem találom, az lesz az én feleségem. Jól van, fiam, mondta a király, eredj csak Isten hírével, szerencse kísérjen utadon. Elindult a királyfi. Ment, mendegélt, hegyeken, völgyeken át. Egyszerre csak beért egy rengeteg erdőbe, s a rengeteg erdő között, amint mendegélne, látta, hogy az ökörnyomban bizony egy iciri-piciri halacska kínlódik. Megszólalt a halacska. Szabadíts meg innét, te jó legény, vigyél a folyóba, mert bizony itt meghalok. A királyfi kivette a halacskát az ökörnyomból, s védte-védte egészen a folyóig. Ott azt mondta a halacska. Védj le egy pikkelyt rólam, tedd el, s ha valahol valami bajod lesz, ezt a pikkelyt csak vesd a folyó vízbe, s én mindjárt ott leszek, segítek rajtad. A királyfi le is vette a pikkelyt a halacskáról, s azzal tovább ballagott. Amint ment, mendegélt, látja ám, hogy egy fekete holló egy fának ága boga között beszorulva vergődik a szárnyával, rángatja a lábát, de nem tud kiszabadulni. Leszólott a királyfinak nagy búsan. Szabadíts meg, te jó legény, bizony, nem bánod meg. Fölmászott a királyfi a fára, kiszabadította a hollót, s az meg a csőrével kihúzott egy tollat, s odaadta a királyfinak. Jó tett helyébe, jót várj, te legény! Ha nagy bajba kerülsz, csak rázincsd meg ezt a tollat, s én mindjárt ott leszek. Elbúcsúzott a királyfi a hollótól, s tovább ment. Egyszerre csak látta, hogy egy ősz, vénséges, vén öregember áll a forrás mellett. Szeretne lehajolni, hogy igyék, de nem tud. Megszólította a királyfit. Jaj, te jó legény, segíts rajta, majd elepedek a szomjúságtól. A királyfi lekapta a sisakját, belemerítette a vízbe, s megitatta az öregembert. No, te legény, mondta az öregember. Nagy jót tettél velem. Nesze, adok neked két hajszálat, s ha valahol bajba kerülsz, csak eresszélnek. Majd meglátod, ez a két hajszál rám talál, s én a világ végéről eljövök, hogy segítsek rajtad. A királyfi eltette a két hajszálat, elbúcsúzott az öregembertől. Aztán tovább ment. Nem sokára kijött az erdőből, s túl azon egy hatalmas várost látott. Szeme, szája elállt a csodálkozástól, mert bizony ez a város gyászfeketébe volt borulva. Ahogy megy az utcán, találkozott egy kicsi-kicsi emberkével, akinek földig élt a szakálla. Kérdezi tőle. Ugyan bizony, bácsikám, kit s mit gyászol ez a város, hogy így gyászfeketébe vannak öltözve? Hely, öcsém, mondta a kicsi ember. Nagy oka van annak, nagy. Van a királynak egy lánya, akihez hasonlatos szép, nincs kereke világon. Csak ez a lánya fejébe vette, hogy bizony ahhoz megy feleségül. Bárki fia legyen, aki úgy el tud előle bújni, hogy azt ő soha meg nem találja. Háromszor lehet próbát tenni. Ha kétszer megtalálja, az még nem baj, de a harmadszorra is megtalálja, bizony karóba kerül annak a feje, aki szerencsét próbál. Eddig már voltak 99-en. Karóba is került mindnek a feje. Menj, öcsém, próbálj te is szerencsét, hát, ha te leszel a századik. Már vagy lesz századik, vagy nem, ha csak ugyanolyan szép az a lány,
Szerencsét próbálok, mondta a királyfi. Ahogy ezt kimondta, éppen abban a pillanatban jött arra 6 lovas hintón egy szépséges szép leány, amilyet még a királyfi soha életében nem látott. De olyan szép volt, hogy a szeme is káprázott, mikor ránézett. Kérdezi a királyfi a törpe embert. Ki ez a leány, bácsikám? Ez bizony a király kisasszony, felelte a törpe ember. Hiszen több se kellett a királyfinak. Ment egyenest a királyi palotába, a király színe elé, mondotta a királynak. Felséges királyom, hallottam, hogy 99 legény próbált már szerencsét, egy életem, egy halálom. A szerencsét én is megpróbálom. Hely, fiam, mondotta a király, szívemből sajnállak, mert jó képű, de régszál legénynek látszol. De hiába, a lányomnak a kedvében kell járnom. Nincs több gyermekem. Hát csak próbálj szerencsét, bújj el, ha tudsz, de úgy, hogy meg ne találjon. Hazajött a király kisasszony. S éppen, ahogy térül fordul, bejött a szobába, s mondja a királyfinak. Jobb lesz, ha meg se próbálod. Erígy haza, mert a te fejed is a karóba kerül. Te leszel a századik. Nem bánom én, mászolta a királyfi, hadd kerüljön. Nálad nélkül úgyis pipa dohány sem ér az életem. Azzal kiment a királyfi nagy búsan, s végig sétált a városon. Aztán ki a mezőre, a mezőről ki az erdőbe, s egész úton azon tűnődött, vajon hová tudjon ő elbújni, hogy a király kisasszony meg ne találja. Egyszerre csak eszébe jutott a halacska. Hát, ha azt tudna segíteni rajta. Ment hát a folyó partjára, s ott elővette egy pikkelyt, s hát csak ugyan jött a halacska, s kérdezte. Mi bajod, királyfi? Mondta a királyfi, mi az ő nagy baja? Ó, azért egyet se búsulj, mondotta a halacska, mindjárt ide szólítom a legnagyobb halat, azzal én elnyeretlek, ott ugyan a király kisasszony meg nem talál soha. Térült, fordult a tóban a halacska, és mindjárt jött utána egy rettentő nagy hal. Kitátotta a száját, és abba bélé ugrott a királyfi. Szépen leballagott annak a hasába, és ott úgy sétált fel alá, mintha egy palotában lenne. Eközben elindult a király kisasszony a keresésére. Kereste mindenhol a királyfit, és mikor fél napig járt, kelt mindenfelé, egyszerre csak a folyópartjához ért. S parancsolta, hogy fogják ki a vízből azt a legnagyobb halat, mert bizony annak a hasában van a királyfi. Egyszeriben odaértek az udvari halászok, kifogták a halat, felhasították a hasát, s hát csak ugyan kifordult belőle a királyfi. Na, az első próbával szerencsétlen volt a királyfi, próbált másodszor is. Tovább ment nagy búsan, s amint mendegélne az erdőben, eszébe jutott a holló, megrázintotta a tollát, s hát repült is az egyszeriben, s kérdezte. Mi baj, édes gazdám? Mondta a királyfi, hogy mi a nagyon nagy baj. A holló erre elkezdett károgni, s ím egyszerre repültek a hollók mindenfelől, fekete lett tőlük az erdő, s kérdezték mindegyszerre. Mi baj? Mi baj? Tudtok-e valami jó búvóhelyet? Kérdezte a királyfi hollója. Hogy ne tudnánk, hogy ne tudnánk? Károgtak a többi hollók. Azzal felszállt valamennyi, repültek az erdőn keresztül. A királyfi mindenütt utánuk, s felvezették egy olyan magas hegyre, hogy a teteje az eget verte. Annak a hegynek a tetején volt egy mély gödör, abba belé hajították a királyfit. De hiába hajították, hiába állították, a király kisasszony ott is megtalálta. Búsult a szegény királyfi, majd felvetette a búbánat. Na, bizonyosan karóba kerül az ő feje is. De gondolta magában, egy élete, egy halála, már csak harmadszor is szerencsét próbál. Elővette azt a 2 hajszálat, amit az öreg ember adott, és szélnek eresztette. Hát alig, hogy eresztette, eleresztette,
Jött az öreg ember, s kérdezte. Mi bajod van, édes fiam? Jaj, ne is kérdezze, bátyám uram. El kell bújnom olyan helyre, ahol senki meg nem talál. Máskülönben karóba kerül a fejem. Hiszen, ha csak ez a baj, azon én könnyen segíthetek. Ki elől akarsz elbújni? Hát a király kisasszony elől, bátyám uram. No hát, majd én megmutatom, mondta az öreg ember, hogy a szeme elé viszlek, s mégsem lát meg téged. Azzal megfogta a királyfi nyakát, csavarintott rajta egyet, és abban a pillanatban aranytulipán lett a királyfiból. Aztán feltűzte a tulipánt a kalapjára, és bement a király városába. Jött vele szemben a király kisasszony. Meglátta a ragyogó fényes tulipánt, és mondta az öreg embernek szépen, nyájasan. Jaj, de szép tulipán, adja nekem! Nem adom én, válaszolta az öreg ember. Annyi aranyat adok érte, hogy úr lesz maga is, s minden nemzetsége. Dehogy adom, mondta az öreg ember. A világ minden sűrű kincséért oda nem adnám. Hiába kérte a király kisasszony az öreg embert, nem adta oda a tulipánt. Mit volt, mit tenni? Tovább ment nagy búson a király kisasszony, s kereste a királyfit. De azt ugyan nem találta meg. Kereste másodnap, kereste harmadnap. Akkor sem találta meg. Aztán letelt a harmadnap, és a király kihirdette, előállhat a királyfi bátran. Most már övé a király kisasszony. Meghallotta ezt az öreg ember. Egyet csavarintott a tulipánon, és az királyfi lett ismét. Ezzel a királyfi fölment a palotába, mindjárt papot hívtak, nagy lakodalmat csaptak. Lakodalom után felkerekedtek, a királyfi hazájába mentek. Ott volt csak ám az igazi helye, hulyadínom, dánom. Mégtán ma is táncolnak, ha meg nem haltak. Ez volt a tulipán királyfi meséje. Azt van-e kedvetek velem elkészíteni a tulipán királyfit papírból, firsztollal, ceruzával és egy kis hozzávalóval? Tartsatok velünk, ugyanis ezt el fogjuk mindjárt készíteni. A tulipán királyfi elkészítéséhez szükségünk lesz ollóra, filcekre, vonalzóra, ceruzára és radírra. Megmutatom nektek, hogy mit fogunk készíteni, és utána együtt megcsináljuk, jó? Van több prototípusom is. Megtanulunk hozzá egy mondókát, ami így fog hangzani. Tulipánból paprika. Paprikából Jancsika, Jancsikából kiskirály, kiskirályból tulipán. Az alakváltás a farsang egyik jellegzetes eseménye, szeretünk beöltözni, úgyhogy ehhez kapcsolódik ez a mondóka, ehhez kapcsolódik az a tulipán királyfi mese is, és most együtt, hogyha van kedvetek, megcsinálhatjuk. Vágjatok le papírból egy 7 cm szélességű és körülbelül 20 cm magasságú lapot, keressétek meg a felét, én már előre bejelöltem, azért lesz szükség a felét bejelölni, azért lesz erre szükség, mert ide behajtjuk a lap egyik szélét, és behajtjuk a lap másik szélét. Látjátok? Ezt kell, hogy kapjátok. Ezt ide rakom, hogy lássátok ti is. Úgy. És most megrajzoljuk. Először is az aljára rajzolunk egy ilyen kis tulipán aljat, hozzá szárat. Utána fölhajtjuk, megrajzoljuk a paprikának a tetejét. Na most lesz szükségünk a színes filcre, mert ahogy ez itt így áll, lefogjuk a kezünkkel, és szépen ki fogjuk színezni. Ne zavarjon benneteket, hogy az egyik fele az egyik lapon van, a másik fele a másik lapon, mert nekünk pont erre lesz szükségünk. Oké. Kiszíneztük? Jó. Most lehajtjuk, és a paprikának megrajzoljuk az alját, ami Jancsika feje lesz. Itt a nyaka. Jó, rajzolunk neki egy szemet, orrot, szájat,
és a trükk most következik. Jancsikának egy kis hajat, egy kis sapkát is ide vigyeztünk. Így, né. Jó. És most a tetejét hajtjuk rá. Látjátok, hogy itt végződik a feje. Ahol végződik a vonal, onnan elindítunk egy ilyen tulipán vagy korona formát. Hogyha megrajzoltuk, akkor azt is kiszínezzük. Érdemes filctollal körvonalazni. Vékonyabb filccel, feketével, mert úgy sokkal markánsabb lesz. A koronát. Úgy. És most az alját. Na nézzük, hogy sikerült, ha minden jól megy. Tulipánból paprika, paprikából Jancsika, Jancsikából kiskirály, kiskirályból tulipán. Sok sikert kívánok az elkészítéshez! Kellemes, jó farsangolást kívánok nektek! Sziasztok!